Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, ahol vendégünkkel, Lukács József közíróval fontos társadalmi eseményekről, illetve egy-egy sport eredményről, illetve sporttémával foglalkozunk. Egy héttel vagyunk már jócskán a választások után, és azt gondolom, hogy ez egy az esztendő legfontosabb eseménye volt. Mint tudjuk, a Fidesz-KDNP listája 3 millió szavazatot kapott, több mint 3 milliót, és erre még nem volt példa. Megvan a kétharmad 135 mandátummal a 199 fős országgyűlésben. 57 jutott az ellenzék összefogásnak, illetve 6 a Mi Hazánk mozgalomnak. Az országos lista csak hogy két fontos eredmény, a levélszavazatokkal együtt 54% érkezett a Fidesz-KDNP-re, ami 3 millió 50 ezer szavazatot jelent, és ez történelmi rekord. A százalék és az arány is mindenképpen. És mindössze a listás szavazatok 34%-át kapta meg a 6 baloldali párt, és még hozzátartozik a történethez, hogy a Mi Hazánk mozgalom 5,89%-kal szintén bejutott azzal a 6 képviselővel. Nos, nagyon-nagyon sok minden elhangzott ezen a héten erről. Megszólalt az ellenzék összefogás valamennyi vezetője, megszólalt a kormánytöbbség, Orbán Viktor személyesen is elemezte, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban, és mi várható. Mi egy kicsit tekintsünk vissza. Nyilván azokat a kommenteket nem szándékozunk idézni, amelyek egyik vagy a másik oldalról elhangzottak, bár lenne bőségesen miről beszélnünk, hiszen én azt gondolom, hogy főleg az ellenzék oldaláról olyan megnyilatkozások jöttek, amelyek hát néha-néha bizony a nyomdafestéket sem tűrnék. Mi viszont egy kicsit elemezzük, hogy mi vezetett eddig, hogy immáron negyedszer is kétharmaddal nyerhetett a Fidesz-KDNP. Én szeretettel üdvözlöm a nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. Még csak ez annyit szeretnék, ez a rendkívül részletes dokumentált felvezetéshez fűzni, hogy ami minket fehérváriakat örömmel töltött el, és fehér megyeieket, az, hogy a két választási körzetben, amiben a városunk is érdekelt, Varga Tamás, illetve Törő Gábor, ezt a választást megnyerték, méghozzá biztos jó eredménnyel, és a következő 4 évben is tagjai lesznek az országgyűlésnek, és Székesfehérvár, illetve Fehér megye érdekeiért fognak tevékenykedni. Én összefoglaltam a választásokkal kapcsolatos véleményemet egy rövid jegyzetben az elmúlt napokban, és elmondhatom majd azt, hogy telnek néhány elméleti distinciót, egy picit néhány mondatban, két-három mondatban megjegyeznék néhány dolgot néhány tényezőt a politikai történeti előzményekből, illetve a jelenlegi európai politikai helyzetről, és akkor utána pedig egy nagyon röviden az elhangzottakat kommentálnám én is. Először is az én felfogásom szerint ugye a választás az értékválasztás is egyben, ami azt jelenti, hogy csak olyan politikai közösségek képviselőjelöltjeit támogatja jó esetben az ember, akik az ország, a nemzet, a Kárpát-medence és a diaszporából levő magyarság érdekeit veszik elsősorban figyelembe, és ez számít a legjobban. A baloldali és jobboldali pártok politikai filozófiáinak és ideológiai alapelvei között mindig voltak és vannak bizonyos alaptételek, amelyek őket megkülönböztetik egymástól. A baloldali pártok nemzetközi viszonylatban is mindig a racionalizmusra, a szekularizációra és a fejlődés hitre, a fejlődésben, az állandó haladásban való bizalom
folytonos bizalom alapján határozzák meg ezeket az elveket és a politikai programjaikat. A jobboldali, vagy mondhatjuk konzervatív pártok pedig a keresztény értékrend, a kultúrális és örökségvédelem és a természeti törvények tiszteletének elvei alapján határozzák meg a programjaikat. Innen is, ebből is már látszik, hogy a baloldali pártok inkább globális nemzetközi pártok, a jobboldali konzervatív pártok pedig inkább lokális jellegű pártok, amelyek mindig a helyi közösségek érdekeire figyelnek elsősorban. A baloldali pártok mindig egyetemesnek vélt értékek, hagyományos értékekből indulnak ki, ilyen a felvilágosodás, a marxizmus, a kritikai realizmus és legújabban a gender elméletek vagy gender ideológiák. A jobboldali pártok pedig lokális pártokként a nemzetben, országban, nemzedékekben, a családokban és a történelmi hagyományokban, illetve a természeti és épített környezet védelmében gondolkodnak. A másik fontos distinció az, hogy a baloldali pártok, mint nemzetközi pártok az Európai Uniót illetően támogatják a föderatív Európa létrejöttét, jövőjét, az úgynevezett konzervatív pártok pedig, vagy szuverenista pártok, ahogy mostanában mondják, pedig Európát a független államok közösségeként fogják fel, ez is már egy nagyon komoly két distinciót tulajdonképpen a pártok között. De most, amit megfigyelhetünk az elmúlt években Európában, hogy a 90-es évek végén ugye létrejöttek az úgynevezett liberális demokráciák, az előtti évtizedek, még a valóságos emberi jogokat még megnyilvánító úgynevezett jóléti kapitalizmusok után. Ez volt az a pillanat a 90-es évek végén, mikor Fukuyama azt mondta, hogy itt vége a történelemnek. Persze egy komoly tudós ember ilyet nem mond, nem beszélve arról, hogy a liberális demokráciákat jogállamot cserélték az elmúlt évtizedekben a nyugat-európai meghatározó politikai grémiumok. Ez egy kicsit ilyen homályos fogalom, amit közelebbről nem határoznak meg azért, hogy mindenféle hirtelen megjelent kitaláció ebbe a fogalomba bele lehessen gyömöszölni. És még van egy szomorú tendencia a nyugat-európai politikában, hogy folyik egy úgynevezett egyoldalú depolitizálási folyamat, ami azt jelenti, hogy a jobboldali vagy konzervatív pártokat, jobboldali politikai szervezeteket és a meghatározó jobboldali politikusokat próbálják ellehetetleníteni szerepükben, hivatásukban és politikai programjukban megakadályozni. Ha csak az elmúlt év hónapokban vagy elmúlt két évben megemlítem Sebastian Kurz esetét, aki a volt jobboldali osztrák kancellár, vagy rá, hogy volt spanyol miniszterelnök esetét, akit ennek a személyét és a pártját olyan pénzügyi bűncselekményekbe vagy vétkekbe sodorták bele, amelyekről utólag kiderültek, hogy nem voltak igazak. Így került Pedro Sánchez, így lett Spanyolország baloldali szocialista miniszterelnöke. Sebastian Kurz így vonult vissza a politikából, és például Matteo Salvini pedig, miután belügyminiszterként nem tett mást, mint az ország, mint hogy követte az ország törvényi rendelkezéseit, azért, hogy nevek zárják végletesen hetente különböző bíróságok elé, ezt, hogy egy kicsit így mondjam képletesen, egy picit kényszerből is ebbe a széles olasz koalícióba beállt, mint független jobboldali párt,
hogy ez az állandó vegzálása és ellehetetlenítése valamilyen szünetet nyerjen, és tudjon közbeépítkezni, mint politikus, és tudja építeni a saját Liga nevezetű pártját. Tehát ezek a dolgok megjelentek a magyar politikában és a magyar választásokban, az alapelvek, a programok, ezek az európai tendenciák, és nyilvánvaló, hogy az orosz-ukrán háború a választásokat megelőző kampányokat jelentősen átírta. Itt voltak a kormánypártok, akik 12 éve már hatalma voltak, és már valamit letettek az asztalra az ország érdekében, akik szuverenista módon pártként képzelik el az Európai Uniót, tehát a független államok közösségeként, a keresztény értékrendet és a keresztény értékrendek belül a családot, mind a társadalom legkisebb integratív szervezetét támogatják, és a családra próbálják felépíteni a társadalmat. Gondoljunk a munka otthon család szlogenre is, ami nem is olyan régen hangzott el, vagy az erős Magyarország szlogenjére. Ezek a szlogenek tulajdonképpen mind az elhangzottakat célozzák, azokat támasztják, azokat szimbolizálják. A választópolgárok nagy számban, ahogy itt elhangzott, a kormánypártok mellett döntöttek. Már csak azért is, mert ezzel alatt a 12 év alatt kialakult egy olyan politikai gazdasági rendszer, amely meg jelentős, stabil társadalom többség szerveződött. Ez a társadalmi többség az értékrendje és az érdekei okán támogatja ezt a felépítményt, nem csak politikai, hanem kulturális szempontból. Ami fontos az ellenzék szempontjából az, hogy tulajdonképpen alternatív versenyképes programjuk megvolt. Az, hogy itt mi hangzott el a kampányokban, azt az előbb érintőlegesen itt elhangzott, ennél én többet nem is szeretnék mondani, csak a végén két dolgot szeretnék hangsúlyozni. Az egyik az, hogy a többségnek kell mindig és lehet mindig ezt sokat tenni, mert ebben a választásban tulajdonképpen egyféle formában a szeretet is megnyilvánult, másrészt pedig a vírusjárvány és az orosz-ukrán háború súlyos gazdasági következményeinknek az enyhítése vagy a kivédése az egész ország, tehát mindnyájunk közös ügye. És a végén pedig szeretném megemlíteni azt, hogy április 8-án lett volna 90 éves Antal József, és ő a volt tanítványának, illetve gyóntató papjának azt mondta, hogy keresztény Magyarországot akartam, mert csak ennek van értelme. Szerintem ez egy soha el nem felejthető és megfontolandó mondat. Így van. És hogy mennyire így van ez, és hogy mennyit változott a nyugat, hiszen erről már esett szó, én kigyűjtöttem itt, hogy a nyugati szaklapok és vezetőlapok miként vélekedtek az országgyűlés eredményéről. A Financial Times azt írja, bírálja Orbán Viktor természetesen a demokrácia aláásása miatt egyik oldalról. A Bloomberg pedig kiemeli, hogy bár a Fidesz megőrizte a kétharmados többségét, ami ellentmondott a közvélemény kutatásoknak nyilvánvaló, ugyanakkor aggódik azért, és biztos abban, hogy az Európai Unió lépéseket fog tenni hazánk ellen. Ezt a kettő véleményt itt, erről szeretném kérdezni a véleményedet. Én az utóbbival kezdem. Nyilvánvaló, hogy az Európai Unió azt várta el, és abban hitt, hogy az ellenzéknek lesz itt keresni valója, és talán meg is nyerheti a választást. Ezért mindent megtettek, sőt, láthatóan különböző eszközökkel és különböző módszerekkel közvetlen módon beavatkoztak a magyar választási kampányba. Gondoljuk csak az EBSZ küldöttséggel, akik kiadtak egy időközi nyilatkozatot, amiben minden szerepelt, amit az ellenzéki pártok éveken keresztül mondanak. Vagy gondoljunk az Észtországban landoltatott datadat információs rendszerre, amely a Fitchor Bajnai kettős tulajdona, akik szintén szerintem súlyos választási csalást követtek, ha valamit csináltak, és éppen azért gondolom én is azt, hogy az 1995-ös nemzetbiztonsági törvény korrekcióra szorult,
a mai elvárásoknak megfelelően, azért, hogy az ilyen eszközök nem csak a választások alatt, hanem bármikor a politikai életben bármelyik felet érintik, kivéthetők legyenek. Úgyhogy ezt akartam elmondani. A másik dolog, a demokráciáról pedig csak annyit szeretnénk mondani, hogy időnként ez elhangzik, hogy itten elégtelen a demokrácia, autoriter társadalomszervezet, diktatúra, stb. Mindenféle butaság elhangzik, csak annyit szeretnék mondani, hogy a magyar kormány alkotmányából következik, és a kormányzásnak a tartalmából is, a minőségéből, hogy azok a klasszikusnak is mondható liberális elvek, amelyek a jogállamot jelentik, és aminek az alapját már 1859-ben megjelent könyvében John Stuart Mill a Szabadságból című könyvben megírt, azoknak a modern, vagy tekinthetjük posztmodern formái működnek Magyarországon, ezek pedig az általános titkos választás, a hatalmi ágaknak a szétválasztása, tehát létezik a törvényhozó rendszer, a végrehajtó rendszer és az igazságszolgáltatás, így létezik a törvény előtti egyenlőség, a jogszolgáltatás helyett elsősorban az igazságszolgáltatás, és a másik, azok a liberális elvek szerepelnek, mint a vallásszabadság, a sajtó és véleményszabadság megléte, illetve a tolerancia, tehát az egymás iránti türelem, egymás gondolatainak, elveinek, értékrendjének az elfogadása. Folytatása következik. A Wall Street Journal úgy fogalmaz, a vezető elemző egyébként személyesen, hogy Orbán Viktor győzelme óriási küzdelmek elé állítja Európát, várhatóan. A Politico pedig azt mondja, hogy a kétharmad következményeként folytatódik majd a jogállamisági vita az Unió és hazánk között. Ez külön-külön voltak éppen ugyanarról beszélnek, és ez be is jött. Hát a jogállamisági vitáról csak annyit akarok mondani, hogy még két nap sem telt el, ugye. Nyilvánvaló, hogy az Európai Unió különböző politikai grémiumai, főleg a bizottság vagy az Európai Parlament meghatározó frakciónak a tagja, az európai elnök, alelnök, stb. Várták az eredményt, 48 óra után már újra elindították a bizonyos 7. cikkely kapcsolatos kötelességszegési eljárást, ami azt jelenti, hogyha az ott felsorolt meglévő vagy meg nem lévő, tulajdonképpen az én előbbi felsorolásomból kiderül, hogy meg nem lévő a demokráciával kapcsolatos hibákat megtalálják, akkor a 7. cikkel alapján Magyarországtól megvonhatják a vétójogot, ami még soha nem fordult elő az Európai Unió történetében, illetve 48 óra után már az Európai Bizottság elnök asszonya bejelentette azt, hogy a jogállamisági, azaz a kondicionálással kapcsolatos jogállami eljárást azt folytatni fogják, arról nem beszélve, hogy nem csak Magyarországgal, de Lengyelországgal kapcsolatosan is, a Magyarországnak, mint Európai Uniós befizető államnak, mint az az állam, aki minden olyan törvényt, a háborúval kapcsolatos szankciókat és mindent megszavazott, az Európai Unión belül képzeli el az ország jövőjét és a gazdasági politikai tevékenységét, megvonják tőle és visszatartják azokat a pénzeket, összegeket, ami az országnak hivatalosan is az európai szerződések különböző klauzulaiban benne levő megfogalmazott módon is járnának. És akkor következzék a végén itt három olyan lap a legnagyobb meglepetésemre, egy német, egy francia és a BBC maga. A német Tagesschau honlapján az írás szerint váratlan és megsemmisítő ez a kétharmad, és ez is bizonyítja az író szerint, hogy az országban elégedettek a helyzettel. A Le Figaro, ami azért egy különleges lap, mint tudjuk, nem csak a múltja miatt, a jelene is miatt, elsöprő sikerről számol be, hogy a győzelem sokkal simább és nagyobb arányú volt, mint ahogy azt a felmérések jelezték, és ez annak köszönhető, írja a cikkben a szerző, hogy a kormányfő kapcsolata bár az uniós vezetéssel nem jó, viszont a magyarok zöme
hisz Orbán Viktornak, és megtapasztalja azt, hogy mit tett az elmúlt időszakban ez a kormány, tehát a Fidesz-KDNP kormány a lakókért. A BBC pedig azt írja, hogy fölcsúszamlásszerű volt ez a győzelem, és ezzel Orbán Viktor üzent Brüsszelnek, illetve Zelenszkijnek. Hát, megint az utóbbival kezdem, azt hiszem, hogy Zelenszkijnek nem üzent semmit, mert Zelenszky, aki most mindenhova online formában bejelentkezik, minden parlamentben és az Európai Tanácsülésén is részt vett, a nemzetközi diplomáciával szokatlan módon szólította meg a magyar miniszterelnököt, és bizonyos dolgokat elmondott, ezt elsőbben a fegyverek szállítására és a katonák küldésére vonatkozott, és eltekintett más nagyon fontos dolgoktól. A miniszterelnök nagyvonalúan ettől a stílustól és ettől a megszólítási módtól eltekintett, annyit mondott el, hogy Magyarország döntés van erről, hogy ebből a háborúból ki szeretne maradni, és sem fegyvereket nem küld, sem fegyverszállítókat az ország területén nem küld, nem enged áthaladni. A másik dolog, ugye ettől Zelenszky eltekintett, hogy Magyarországra most már lassan egy 3/4 millió menekült érkezett, minden Ukrajna területén érkezett menekült attól függetlenül, hogy magyar, ukrán vagy orosz megkapja a megfelelő ellátást. Gyalog nem szabad átjönni a határon, azért autóbuszok várják őket, felültetik, és mikrobuszokkal viszik át a határon őket. Már az oktatás is nem csak a magyar, hanem az ukrán gyerekek számára is online formában elkezdődött, és tegnap a tavalyi év mesekönyvét ukrán nyelven lefordítva ajándékba a Széchenyi könyvtártól megkapták az ukrán gyerekek. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, több száz milliárd forintba kerülnek, és szerintem az Európai Uniónak ezt is figyelembe kéne venni. Itt volt az Európai Unió külügyi biztosa, és Magyarországot dicséretben részesítette. Úgyhogy én szerintem csak a kormány és az ország véleményét is határozottak, mert pedig a választásnak az eredménye egyértelmű üzenet, hogy igenis a lakosságnak nagy része úgy látja, hogy ebből a dologból ki kell maradni, ez nem a mi háborunk. Ahogy többször ez elhangzott, itt senki semmit nem üzent Zelenszkijvel, a kormány is, az ország is együtt érez az ukrán lakossággal, mert mindig jobb a tárgyalásos alapú működő békés egymás mellett élés, mint a fegyveres konfrontáció, és elfogadhatatlan mindenki számára, hogy Ukrajnát a földdel egyenlővé tették, és hogyha egy kicsit szűkebbre fogjuk, akkor a 2017-ben még a Kárpátalján élő magyaroknak a száma 131 ezer volt, és ez valószínűleg tartják a kárpátaljai magyar szociológusok, tudósok, akiknek egy része a Magyar Tudományos Akadémiának is levelező tagjai, hogy 85-90 ezerre fog minimum csökkenni a háború után is a kárpátaljai magyarság száma, és minél jobban el fog húzódni, főleg annál jobban fog csökkenni ez a lakosság szám, és főleg a fiatalok nem fognak hazamenni, mert nem fognak tudni egyszerűen őt megélni. No. Hát köszönöm szépen egyik oldalról, mert hogy én azt gondolom, hogy még nagyon-nagyon sok elemezni való van a következő időszakban. Ugyanakkor megbeszéltük, hogy szó esik majd egy fantasztikus sikerről, és már is mosolyog a szemem, a tiéd is, hiszen a jégkorong csapatunk, a Hidro Fehérvár AV 19 nevezzük a nevén most már, története során először jutott be az osztrák bajnokság döntőjébe, ami azt is jelenti egyben, hiszen a dobogón végzett csapatoknak ez kijárt, hogy bajnokok ligájában indulhatnak a Konstantino legények, ha úgy tetszik. Nos, hát a Red Bull Salzburg ellen nem úgy sikerült ez a döntő, hiszen söpréssel 4-0-ra vereséget szenvedett a csapat.
Ugyanakkor ez egy rendkívül szoros párharc volt, és amiről én kérdeznélek, az a fantasztikus szeretet, amellyel ezt a csapatot abszolút megérdemelten a fehérvári közönség és a teljes magyar jégkorongot szeretők ellátták, én azt gondolom, hogy ez felemelő volt televízión, a helyszínen, mindenütt. Nagyon sok minden eszembe jutott, valóban ez így van, én még akkor is, történtek után is, nem csak én, hanem mindenki ezt egy a magyar jégkorong sport történelmi sikerének tartja. Ugye bejutottak a döntőbe, ez az egyik dolog. És a másik, hogy végig gondoltam, hogy az elmúlt, tudom, 30-40 évben a magyar jégkorongnak az útját a kezdeti építkezések etapjaitól egészen a mostani pillanatig B-csoportos, aztán A-csoportos világbajnokság, egy komoly nemzetközi bajnokság, és akkor végén ez a döntő. Én ezt történelmi sikernek tekintem, és hogyha még hozzáteszem, azt is eszembe jutott az is, hogy ugye most volt 70 éves, nem olyan régen kiváló interjút készítettél vele, Csicsó bácsi, hogy így mondjam, akkor szerintem neki az ő 70 éves születésnapjára, aki rengeteget tett a magyar és a fehérvári jégkorunk miatt, jégkorunk véget, vagy érdekében, akkor ez neki is egy nagyon komoly ajándék. Így van, köszönjük szépen Csicsónak, köszönjük a légiósoknak, köszönjük Vasnak, Erdélycsanádnak, Bartalisnak, Terbocsnak, Magosinak, mindenkinek köszönjük, és várjuk a következő eredményeket, hiszen ne feledjük, bocsáss meg, ne feledjük, rövidesen kezdődik a világbajnokság, és reális esélyünk van természetesen, hogy ismét feljusson ez a gárda elitbe, ott legyen a helye. Még csak annyit akarok mondani, hogy az is nagy örömmel történt, illetve töltötte, bocsánat, a Sopron Basketnek a női kosárlabdában elért legnagyobb sikere, amit eddig magyar női kosárlabda csapat elért, hogy az Európa Ligát megnyerték, ráadásul idegenbe, Törökországba, Isztambulba is, a török Fenerbahce ellen, ami egy óriási, megint egy óriási eredmény, világra szóló eredmény, és nagyon-nagyon jó érzés volt a televízió előtt ülni, és aztán a nyilatkozatokat hallgatni. Igazán szükségünk van mindig egy kis örömre, egy kis összetartásra, amikor mindenki mindenkivel együtt tud örülni, felhőtlenül együtt tud örülni egy sikernek. Így van, tehát köszönjük Fegyvernek és Zsófiéknak is. És én pedig köszönöm neked, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm szépen. És én pedig köszönöm kedves nézőink a figyelmüket, természetesen találkozunk majd a következő műsorokban is Lukács Józseffel. Minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!